Nem úgy indult az idei szezon Helebrant Máté számára, ahogyan befejeződött. A nyíregyházi gyalogló jó formában volt az év első felében, magabiztosan szerezte meg 10. szabadtéri bajnoki címét, és bizakodva várta a berlini Európa-bajnokságot. Németországban az élmezőnyben haladt, amikor rálépett egy eldobott vizes palackra, és fél távnál fel kellett adnia a versenyt. Mint később kiderült, a kétszeres olimpikon lábközépcsontörést szenvedett. Az volt a terv, legalábbis hát az, hogy az Európa bajnokság előtt nem sokat versenyzek. Ha ott sikerült volna tényleg egy dobogó közeli eredményt elérni, akkor most teljesen más szájízzel beszélnék erről az esztendőről. Hát így viszont tényleg kicsit csalódottak vagyunk. Az bizakodásra ad okot, hogy nagyon jó formában voltam nyáron. Igazából jövőre meg a következő években újat nem kell kitalálnunk Józsibával. Ezeket az edzéseket kell csinálni, ezt a munkát kell csinálni. Ennyi kilométert kell menni, szóval amit idén elvégeztünk az edzéseken, az tökéletesen bevált. Hogy most kicsit balszerencsés voltam, hát reméljük a jövőben nem lesz ez. Viszont lehet, hogy majd a következő években ezt majd kicsit majd változtatni kell azon, hogy ne csak két versenyen induljak el, hanem több versenyen, mert az a biztos, hogyha minél több versenyen indulok. Jövőre Katarat otthont a világbajnokságnak, amelyet a megszokottnál későbbi időpontban rendeznek majd Dohában. Mivel még nincs a világbajnokságra kvalifikációs szintidőm, ezért nekem tavasszal már hát idézőesen csúcsformába kell lennem, hogy teljesítsem ezt a kiküldetési szintet, ami 3:59. Ez erősebb, mint az eddigi években lévő szintek, viszont nekem könnyen meg kell lenni, mivel az egyéni csúcsom jóval ezen a szintidőn belül van. De hát akkor is ezt teljesíteni kell, ami majd márciusban egy szlovákiai versenyen lehet majd először nekem ezt teljesíteni. Utána hát át kell majd beszélnünk Józsibával, meg egy-két orvossal, edzőkkel, hogy ki hogy látja, mert hát kétszer kell így majd csúcsformát hozni egy éven belül, és hát nekünk október elején lesz a világbajnokság, és hát ilyen hosszúra nyúlt szezon nekünk mi nem volt, sőt hát egy atlétának sem, mert általában augusztusban szoktak lenni a világversenyek. A legutóbbi londoni VB-n 6. helyen végző gyalogló számára plusz motivációt jelent, hogy 2023-ban Budapest lesz a világbajnokság házigazdája. Nagyon-nagyon örülök, hogy itthon, hazai közönség előtt tudok majd versenyezni. A buszokat már intézzük, így is minden világversenyre elkísérnek a családom, a feleségem, a barátok és a szponzoraim. De hát így, hogy itthon lesz, így biztos, hogy nagyon sokan kijönnek majd szurkolni. A heti szinten 160-170 kilométert teljesítő gyalogló csak az ünnepek alatt tart rövid pihenőt, januárban és februárban pedig 3-3 hétre Portugáliába utazik, hogy a lehető legjobban felkészüljön a 2019-es szezonra.